Köszöntöm Önöket, mai műsorunkban szó lesz a műanyag zacskók használatáról, valamint egy interjút is láthatnak Gorán Trivan környezetvédelmi miniszterrel, aki hétfőn a magyar-szerb együttes kormányülés során nyilatkozott stábunknak. Utána az Újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ programjairól lesz szó, majd pedig a Tisza által nyújtott lehetőségekről. Végül pedig a Szent Három Napról és a Húsvétról beszél Palatinus István atya. Tartsanak velünk! A tervek szerint 2020-tól betiltják az egyszer használatos műanyag zacskókat Vajdaságban. Az intézkedés célja, hogy csökkentsék a környezetszennyezést. Stábunk arra volt kíváncsi, hogy most mit használunk a vásárláshoz, illetve hogy csökkente már a műanyag zacskók használata. Vászontáskák, bevásárlókocsik, de még mindig a leggyakrabban használt eszköz az áruk szállítására a hagyományos reklámszatyor, a műanyag zacskó. Előállítása olcsó és gyors ugyan, de használatát követően rendkívül szennyező, hiszen hulladékként akár évszázadokig is eltart, amíg lebomlik. A vásárlók többsége a szabadkai tejpiacon már eddig is többször használatos táskákat, vászonszatyrokat használta mindennapi bevásárláshoz. Úgy látom, hogy vászonszatyrokkal szokott járni bevásárolni, mióta? Igen, nagyon régóta már. Már akkor vászonszatyrokkal jártam, amikor még nem is került szóba, hogy majd az Európai Unió betiltja a gyártását. Hát akkor kegyednek például egyáltalán nem is fog hiányozni a nájlonszatyor? Nem, én kimondottan haragszom a nájlonszatyrokra. És egyébként, hogyha mondjuk nagyobb mennyiségű árut kell vinni, akkor így a vászonszatyrokon kívül még mit más tud bevetni esetleg? Hozom a bevásárlókocsimat. Azt a nagyot? Igen, amit húzok magam után. De praktikusabb is, nem? Persze, abban sok mindent bele tudok rakni, és sok minden belefér, úgyhogy, és nem fájdul meg a kezem a cipekedésben, sőt a derekam se. Toldi Eszter is mindig többször használatos táskákkal jár bevásárolni, de akad, amikor a nagyobb mennyiségű áruhoz kénytelen nejlont kérni, hogy magával viesse. Én azt jobb szeretem, hogyha van ilyen zacskó nálunk. Csak hát most én erre jöttem, és a hölgy nem fog jönni, és azután... Ezek a jók. Aha. És akkor ezek szerint inkább ezt használ szívesen? Persze. És akkor csak most beleteszi, hogy bele tudjuk süllyeszteni. Most ugye 2020-tól betiltják a Vajdaságban, egész Szerbiában a nejlon zacskót. Jó. Jó. Én már még a cipőket is betiltanám az olyat, meg a műszálas ruhákat is. Ezek mind gombásodás és semmire való. Tehát akkor teljesen meg is tiltál a műanyag termékeket? Hát az ilyen be mindegyiket. A műjogurtos, némelyiknek olyan rossz az íze az ételnek, ami átveszi a plasztik szagot. Látom most, hogy az almát azért kénytelen nejlon zacskó elvinni. Abba is, de nekem majd lesz ilyen is, meg a bicikli kosár, úgyhogy csak én most nem toltam mindenbe a biciklit is akkor. De akkor ezek szerint meg tudja egyébként oldani azt, hogy majd a árut hazavijepi? Biztos, meg van nekem oda haza, csak most már erre jöttem, akkor már bevásárlok. Akad olyan is azonban, aki ennek korán sem örül. Sóti István szerint a műanyag zacskók teljes betiltása azt fogja eredményezni, hogy még több erdőt írtanak majd ki. Én nejlon zacskóval vásárolok, mert luszta vagyok vinni a koszorat. És ha megszűnik a nejlon zacskó, egy nagy becsapás van, akkor van jön a papír zacskó. Akkor nem a nejlont lesz mindenütt, hanem az erdőt vágjuk ki a papír miatt. Tehát az egyik csöbörmű vödörbe megszűnik a nejlon, és kiírtsuk az erdőket a papír miatt. Nem tudom, most itt el kellene ezen gondolkozni, valami középutat kell megtalálni, mert a nejlont könnyű kivonni. De a papírt behozni, míg az erdő van, addig mehet. És mit jönni, és már így is kevés az erdő, és ha most az erdőt a papírzacskó miatt kiírtsuk, akkor mi a csodába fogunk csomagolni, és nagyon hiányzik már az erdő így is. A vásárlók többsége egyelőre még kéri a nejlon zacskókat, így a piaci árusok, bolti eladók többsége is még kénytelen ezekből elegendőt tartani, mondta Csonka Éva, piaci eladó. Ha jobb a piac, akkor igen. De ha gyöngébb, akkor kevesebb fogy, de viszik. Nekünk az csak jó lesz, mert plusz elég sokat kiadunk havonta rá.
Tehát akkor ezek szerint, hogyha beszüntetik a nylonzacskót, akkor a vásárlók jobban rá lesznek arra kényszerítve végül is, hogy valami kosarat vagy valami vászontáskát hozzanak. Igen, ez így igaz is. Hát helyesebb is, mert nagyon sokat fújja a szél mindenfelé. Gondolom nagyon szennyezi a környezetét, és akkor... Mennyire követelik meg egyébként a vásárlók, akinek mondjuk nincsen meg semmije, ami ugye elvigye az árut? Hát megkövetelik, sokszor még nagyobbat kérnek, hogy nem fér bele, meg mondjuk egy kis csomag zöldségzőgyét is beletetetik, vagy egy kis csomag gyöngyvirágot külön tegyem. Jó van, gyöngyvirág, az ne törjön, de zöldségzőgyét az akárhova beletehetné, de arra is külön acskót kérnek. A piacon van egy kifejezetten zacskókat árusító stand is, ott azonban nem kívántak nyilatkozni. Kamerán kívül az eladó azt mondta, hogy a szakemberekre kell bízni a döntést, még ha ez őket kifejezetten hátrányosan is érinti. Több szupermarket eladóját is megkérdeztük arról, hogy a zacskókra kivetett átlagosan 2 dináros ár után csökkente a zacskók iránti igény. Elmondták, már többen többször használatos táskákat használnak, de egy bizonyos réteg továbbra is a nejlont részesíti előnyben. A henteseknél is problémát okozhat alternatív csomagolóanyag veszély, hiszen a friss húsárút például nejlonnal bélelt papírba kell csomagolni, higiéniai okok miatt, mondják. A hónap elején a tartományi kormány több intézkedést vett tervbe annak érdekében, hogy az oktatásban a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés fontosságát is tudatosítsák. Az egyik ilyen intézkedés az is, hogy jövő évtől betiltják Vajdaságban a műanyag zacskók és az egyéb egyszerhasználatos műanyag eszközök használatát. Az Európai Parlamentben tavaly elfogadott határozathoz hasonló dokumentum célja, hogy megfékezze a műanyag termékek használata által okozott környezetvédelmi károkat. Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke elmondta, Vajdaság autonóm tartomány elkötelezett az ügy érdekében. Világszerte 50 nemzet tesz már intézkedéseket a műanyag hulladékok egyre súlyosbodó problémájának kezelése érdekében. Brüsszelben például még 2017-ben betiltották a zacskók használatát, hasonló lépésre szánta el magát Magyarország is, ahol 2021. január 1-től terveznek hasonló lépéseket. A szigorítás érthető, hiszen ezek a műanyagból készült táskák csak több száz év alatt bomlanak le. A szelektív gyűjtés sem oldja meg a problémát, hiszen ezzel körforgásban marad az anyag. A nejlontáska persze helyettesíthető mással, így például papírzacskóval, üveggel, kosárral vagy bevásárlókocsival, de ezekhez az eladói oldalnak is rugalmasnak kell lennie. A stúdió vendége pedig Sihálnik József természetvédelmi mérnök, a Topolyai Arkusz Környezetvédő Egyesület titkára. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hallottunk egy olyan érdekes meglátást a riportban, miszerint, hogyha a műanyag zacskókat kivonják, akkor pedig majd papírzacskókba fogunk csomagolni, és emiatt több erdőt vágunk ki, ez reális veszély? Hát ha csak a papírzacskót vesszük figyelembe, akkor nyilván nem ez véget fognak kipusztulni az erdők, illetve nem ez véget fogják kivágni az erdőket. Itt sokkal összetettebb problémáról van szó, tehát nagyságrendekkel nagyobb erdők és nagyobb területű erdők pusztulnak az véget el, ha például vesszük a mezőgazdasági termelést, akár a brazíliai őserdőket, ugye szándékosan felgyújtják, hogy aztán GM szóját termesztenek a helyén, szóval nyilván nem a papírzacskó lesz a legnagyobb erdőpusztító ebben az esetben. Milyen alternatív megoldásokhoz folyamodhatunk, hogyha mondjuk 2020-tól tényleg betiltják a műanyag zacskókat? Reméljük, hogy így is lesz, hogy tényleg betiltják, mert ugye már pár éve halljuk ezt a dolgot, és már majd akkor betiltják, meg akkor ennyibe fog kerülni. Mondjuk most is elméletileg fizetős, én például nem veszem észre ezt, akár a mindennapokban, meg úgy egyébként is, tehát a vásárlásokkor se, az lehet, hogy így az üzletekben valahol nem adnak, vagy megfizettetik, de menjünk csak ki a piacra, már akkor furcsán néznek az emberre, ha nem kér. Tehát így azért egy kicsikét ez ilyen átlátszó. De a boltokban is egyébként elnézést, hogy közben szólok, hogyha valamit mérünk, tehát hogyha citromot, narancsot, bármit, krumplit veszünk boltban, azt is már nylon zacskóba rakjuk. Erre mi lehetne a megoldás? Hát a papírzacskó? Nyilván ott a papírzacskó, tehát ugye mondjuk 30 évvel ezelőtt, ha visszamegyünk, akkor nem volt a bevásárlóközpontokban, meg az ilyen kisebb üzletekben se műanyag zacskó, hanem az a vastag, már újrahasznosított papírból készült zacskó.
tehát a papírt is újra lehet hasznosítani, itt jön be a képbe az, hogy ugye azt is mind össze kell gyűjteni, és újra papírból kell készíteni ezeket a zsákokat, és akkor ki lehet rakni akár kétszer-háromszor, és annak nem fontos a színe, nem fontos az, hogy hogyan néz ki, tehát az írólapokat is újra hasznosítják, azzal, hogy ahhoz, hogy az nyomtatható váljék, már hogy az a szép fehér papír legyen, ezt ugye még azután plusz festik, tehát ez a különbség, de vannak nagyon szép és nagyon jó minőségű nyomtatólapok újra papírból is, ami gyakorlatilag ugyanúgy használható, csak most jelenleg nem fogadják még el mindenfelé, mert ez egy kicsit barnább, de most egy papírzacskónak teljesen mindegy, hogy milyen színe van, a lényeg az, hogy bele tudjuk tenni azt a fél kiló vagy akár kilónyi bármit, amit veszünk, ugye ilyen kimérős termékeket, és utána aztán azt összehajtva nyilván lezárják a tetejét, akkor bele lehet tenni már vászonkeszába, bele lehet tenni, akár bele lehet tenni ugye kosárba, vagy bevásárlótáska, bármivel megyünk, tehát innent kezdve számos opció lehet. Az köztudott, hogy a műanyag hatalmas károkat okoz egyrészt a környezetben, másrészt pedig a természetben is, tehát a környezetvédelem és a természetvédelem tekintetében is. Mennyi idő egy műanyag bomlási ide? Tehát ez nagyon-nagyon sok idő, de ez nyilván műanyagtól is függ, ez így van, hogy attól függ, hogy milyen az a műanyag, olyan lassan fog lebomlani. Így van, hát általában mondjuk ezek a klasszikus értelmet ma használatos műanyag, mint például ezek a PET palackok, ez olyan 500 év körül a bomlási ideje. Na most itt a műanyag zacskó? Hát itt a műanyag zacskóknál jön a csavar, hogy itt vannak azért érdekes dolgok, tehát a régi, mondjuk a 10 évvel ezelőtti műanyag zacskók, azok ugyanennyire kitartóak voltak, és hogy teljesen lebomoljon, ahhoz szükség volt több száz évre. Most viszont az újabb időkben kitalálták a zacskóknak így az összecsukott részén ott írja azt, hogy elméletileg lebomló zacskót tartunk a kezünkbe. Ez a zöldebb. Hát akkor. Igen, a színétől eltekintve, igen, egyébként mondjuk így, hogy zöldebb, egyébként egyáltalán nem zöldebb, sokkal károsabb, mint a régi típus, az véget, mert hogy a régieknek, tehát a műanyagoknak az a polimerlánc, ami alkotja a műanyagot, ez egy nagyon stabil láncot képez, ami azt jelenti, hogy akár több száz éven keresztül is stabil láncot alkot, és nem esik szét. A mai műanyagok pedig szétesőek, tehát ez úgy van kitalálva, ez egy új technológia, hogy körülbelül ilyen 3-4 hónap alatt esik szét ez a polimerlánc, ami azt jelenti, hogy milőm egy apró pici darabra esik szét egy nylon zacskó, és így keletkeznek az úgynevezett mikroműanyagok, amiről most már egyre többet lehet hallani, hogy mekkora probléma. Tehát egy műanyag zacskó nem fönt akad majd a fán, és ott libeg ki tudja meddig, hanem 3-4 hónap után szétesik millió egy kis apró darabra, belekerülve a talajba, belekerülve a levegőbe, porral együtt száll, belélegezzük, az élelmiszerbe belekerül, tehát nyugodtan mondhatjuk azt, hogy most jelenleg a Földön szerintem kevés olyan embert tudnánk mutatni, akinek nincs a szervezetében már műanyag. De mi az oka annak, hogy mégis akkor ilyeneket gyártanak? Azért, mert az volt a csali ebbe az egészben, hogy ez lebomló, és akkor ez lebomló műanyag, meg van ott a probléma, nem kell betiltani a műanyagot, hiszen három hónap után lebomlik, csak ez nem lebomló, hanem széteső, és az teljesen nem ugyanaz, mivel hogy az apró kicsikek is mikroműanyagok, ugyanúgy akár több száz évre van szükség ahhoz, hogy teljesen lebomoljanak, hiszen a teljes lebontás az, hogy én most például komposztálom azt a növényi hulladékot, és abból a következő évben ugye humusz képződik, amit én fel tudok használni. Teljesen bezárult a kör, és újra mondjuk így, hogy talaj lett belőle. Ebből a műanyagból nagyon sokára lesz teljesen lebontott anyag, ami mondjuk így, hogy használható és természetes, amit mondjuk a mikroorganizmusok fel tudnak használni. Ha a szelektív hulladékgyűjtést nézzük, ami még elég egy gyerekcipőben jár Szerbiában, és a PET-palackokat, vagy mondjuk a műanyagzacskókat is külön választanánk a többi hulladéktól, akkor ezeknek az újrahasznosításával némileg megoldódna a műanyag probléma? Teljes mértékig megoldódna, hiszen az a nagy helyzet most, hogy itt van forgalomba egy nagy mennyiségű műanyag, ami minden egyes alkalom a boltokba, ugye új műanyag granulátumból előállított műanyag csomagoló eszközként kerül oda, tehát ha most én fogom ezt a PET palackot, ami éppen nálam van, ami egy első osztályú újrahasznosítható nyersanyag lényegébe, és újrahasznosítom, csinálok belőle valami mást, akkor nyilván, hogy igen, benne majd a körforgásba nem lesz kivonva, de nem is ez a cél, hanem az enyém, hogy átalakítsuk, és legyen belőle valami más, amit még esetleg tudunk ugye használni.
Most ez megint csak egy nagyon érdekes dolog, hogy itt ugye Szerbiában a jelenleg újrahasznosított műanyag mennyiségnek a 60%-át azt egyébként kiviszik Kínába, összebálázva, ott készítenek belőle legtöbb esetben mindenféle műszálas ruhaneműket, és hál' Istennek rengeteg sok kínai üzlet van az országban, tehát nyilván, hogy abszolút visszakerül, és vidáman hordjuk magunkon, hogy hú, milyen jó kis ruhát vettem, lehet, hogy egy hónap ezelőtt még petpalack volt, és azt azért hozzátenném, hogy ekkor szoktam mondani, hogy úgy élünk itt, mintha nem tudom, milyen gazdag ország lennénk. Igaz, hogy a statisztika azt mutatja, hogy vannak nálunk nagyobb szennyezők is, Nyugat-Európában vannak, akik fejenként az ország lakosságához számítva fejenként 400 kiló műanyagot használnak el évente, itt Szerbiában 300, ami egyébként nem alacsony, de nem is ebben van az egésznek a csavarja, hanem abban, hogy mondjuk egy nyugat-európai országban sokkal több műanyagot használnak, újra hasznosítanak sokkal több műanyagot fejenként, mint itt nálunk. Tehát itt nálunk gyakorlatilag az a 300 kilóból szinte akár néhány kilogramot hasznosítanak csak újra, úgyhogy még mindig ott tartunk, hogy mi nagyon nagy szennyezők vagyunk, és ezt mondjuk meg lehetne fordítani, hiszen még én is, meg a hasonló korúak is emlékszünk rá, hogy a 90-es években üvegbe hordtuk a mindent, és jó volt az is. Hát kezdenek visszatérni az emberek egyébként lassan ehhez, és az én tapasztalatom azt mutatják, nem sokan, de majd reméljük, hogy így lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Nagyon szívesen. Most pedig egy interjút láthatnak Goran Trivan szerb környezetvédelmi miniszterrel, aki Magyarország és Szerbia környezetvédelmi együttműködéséről beszélt stábunknak még hétfőn a magyar-szerb együttes kormányülés során Szabadkán. A minisztert Loboda Árpád kérdezte. Tu smo na sednici vlade Republike Srbije i Mađarske u vašem delokrugu. Kakvi dogovori su bile na stolu? Najprije moram da kažem da Srbija i Mađarska imaju potpisan memorandum o uzajamnoj saradnji u oblasti životne sredine koji smo potpisali pre nekoliko godina i da mi polako i uspešno realizujemo taj sporazum. Ta saradnja mora da bude mnogo tešnja i mnogo intenzivnija nego što je bila do sada i ona mora zapravo da prati, rekao bih, izuzetne odnose koji sada postoje između Mađarske i Srbije, a čini mi se da u ovoj oblasti je prostor neograničen. I mi smo sa vašim, za mene, novim ministrom životne sredine imali izuzetno, moram reći, dobar razgovor. Dakle, moram da kažem da je moj kolega izuzetno posvećen značaju životne sredine, da izuzetno dobro poznaje pitanje i sve ono što su ključni problemi, ne samo u Mađarskoj, nego i u regionu. I zapravo smo konstatovali da mislimo na isti način i isto o istim problemima. Dogovorili smo se kako ćemo da sarađujemo. Zahvalili smo se, naravno, Mađarskoj za pomoć u obezbeđivanju dela životinja koje je sada rođena u Mađarskoj, žive u Srbiji, to je za nas veoma lepo i to nas povezuje i mi se jako brinemo o tome da to sve bude u redu, ali delimo iste probleme u pogledu, recimo, zaštite voda, u pogledu pitanja obezbeđivanja voda, u pogledu površinskih voda, zatim u pogledu potrebe da se pošumljava značajno više, budući da, moram da kažem, da smo obojica konstatovali da klimatske promene donose vrlo nepredviđene okolnosti, to znači da ova godina je, kad je Mađarska u pitanju, uticala tako da ste imali jednu od najvećih suša u poslednjih godinama. To je direktna posledica klimatskih promjena. Nešto slično se povremeno dešava u Srbiji, uključujući i poplave koje su neočekivane i netipične. I Mađarska očigledno pristupa pošumljavanju kao jednom od metoda za ublažavanje klimatskih promjena. Dakle, ono što Srbija već nekoliko godina pokušava da primeni, pre svega lokalno, a sada od kada je formirano ministarstvo životne sredine i na globalnom, dakle, nivou Republike Srbije. I dogovorili smo se da negde zajedno guramo tu inicijativu u regionu, jer ako samo Mađarska pošumi svoju teritoriju ili samo Srbija svoju, opet nismo mnogo postigli. To je možda malo lokalno poboljšanje, ali neznačajno. Ali ako sve zemlje u regionu to isto urade u istom trenutku, mi ćemo za 20 godina imati značajnu promjenu mikroklime i na tome ćemo raditi zajedno, kao i na mnogim drugim problemima. Problem kvaliteta vazduha koji nas tišti je jednako veliki problem i kod nas i kod vas. Svesni toga da mi koristimo fosilna goriva,
Moramo da nalazimo rešenja za sve to. Postoje već neka rešenja u regionu o čemu smo razgovarali i da ne bismo otišli u preveliku širinu. Dakle, od zaštite prirode pa do svega ovoga što sam sada spomenuo, hoćemo da sarađujemo i pozvali smo vašeg ministra da dođe posjet u Srbiji. Ne bismo li još konkretnije ušli u neke konkretne projekte, budući da ni mi, ni mađarska strana ne želi da statira u ovoj saradnji. Želimo da saradnja bude krajnje operativna. Znamo da je Mađarska članica Evropske unije, a Srbija teži tom putu, na svom evropskom putu. Tu je pitanje, znači treba pregovarački da se otvori taj deo pregovora, a Srbija verovatno imaće malo ove žešće probleme s tim u vezi zaštite životne sredine. Da li može Srbija u nekom smislu od Mađarske da uči, da nauči nešto, da preduzme neke mere koje već Mađarska na svom putu preduzela? Kako da ne? Mi smo svoj nacrt pregovaračke pozicije završili i potrudili smo se da tokom tog procesa prikupimo sva iskustva okolnih zemalja, naročito Mađarske, koja nam je izuzetno prijateljska zemlja, gde smo mi od Mađarske dobili veliku količinu informacija o toga šta smatrate da je dobro, a šta smatrate da niste dobro uradili, jer i to je ogromna pomoć da preskočimo neke greške koje ne moramo da napravimo. Dakle, i tekako je značajna ta pomoć koju možemo dobiti od Mađarske, jer i Mađarska se sama suočava sad sa određenim problemima, čak i kada je postala članica Evropske unije, zbog onih prelaznih perioda na koje se obavezala svojim ugovorom o pristupanju Evropskoj uniji. Dakle, mi težimo tim standardima, naše poglavlje verujemo da će moći da bude otvoreno već sledeće godine, ali to je politička odluka, ona zavisi od Evropske unije. Mi smo svoj deo posla već uradili, skoro. Vlada će do kraja godine usvojiti predlog, odnosno samu pregovaračku poziciju, a Mađarska kao jedan od naših najboljih prijatelja u okruženju je tekako očigledno spremna da nam pomogne u svemu tome, ne samo sada i do sada u ovom savetodavnom smislu što su oni apsolutno uradili, nego i u javnim podrškama. Pre svega, Mađarska nas snažno javno i na sednicama svih formata Evropske unije podržava u pogledu pristupanja Evropske unije. To je za nas veoma važno da kada imamo pomoć i podršku naših suseda da to uradimo, jer će svima nama tako zaista biti bolje. Ova druga tehnička pitanja mi već rešavamo hodu i mogu samo da pohvalim tu našu saradnju. Znači imat ćemo jedan akcijni plan koji će biti dobar. Svakako. I vrlo se radujem tome i da ponovim da ni kolega iz Mađarske, ni ja ne želimo da u ovoj saradnji statiramo. Hvala vam lijepo, gospodine Hreban. Hvala puno. Báb előadás volt ma az Újvidéki Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban, de természetesen számos más programot is szerveznek az intézményben. Most pedig kapcsolunk az újvidéki stúdiónkba, ahol Toma Viktória beszélget Kassa Csongorral, a központ titkárával. Szervusz, Viki, na tiétek a szó. Szervusz, Gabriella, köszöntöm a nézőket innen az újvidéki stúdióból, ahonnan élőben jelentkezünk. A vendégem pedig Kassa Csongor, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ titkára. A központnak, ennek a fontos újvidéki magyar intézménynek a tevékenységéről beszélgetünk. Köszöntelek itt nálunk. Üdvözöllek, és sok szeretettel köszöntöm a Pannon TV-nek a nézőit. Induljunk tehát a mai naptól, mert hát nem véletlen, hogy éppen titeket, téged hívtunk ide a stúdióba, ugyanis báb előadás volt, tavaszi báb előadás. Mit kell tudnunk erről az előadásról? Próbálkozunk az utóbbi néhány évben olyan előadásokat szervezni a legfiatalabbaknak, mint a mai, és a mai a Zentei Kamara Színház és az Újvidéki Színház színészei nyújtottak egy nagyon jó kis báb előadást az ovisoknak. Általában 2-3 havonta jönnek hozzánk színészek, akik előadásokat mutatnak be, és ilyenkor rendre megtelik a Petőfinek a kis terme, az azt jelenti, hogy akár 50-60 gyerek is összegyűlik. A mai napon 3 előadást is előadtak, tehát egymás után 3 előadást, és több mint 130 gyerek nézte meg. Pedig hát sokszor halljuk, hogy Újvidéken kevés a magyar kisgyerek, akkor ezek szerint mégsem olyan nagyon kevés. Mégsem olyan nagyon kevés, és nagyon jó együttműködni az óvónénikkel, mert ők is, és a gyerekek is ki vannak éhezve a gyermek előadásokra.
És nem csak gyermekelőadások vannak, hanem ti rendszeresen szerveztek akár edukatív jellegű, akár szórakoztató jellegű programokat a gyerekeknek. Mi az, ami heti rendszerességgel jelen van a műsoron? Ami a gyerekeknek a legérdekesebb, véleményem szerint, az a szombati játszóház, illetve a mindentudó jó madarak, mindkettő 10 órakor indul szombatonként, illetve az egészen apróságoknak, a piciknek beindítottuk szeptember 1-én a ringatót. Itt 0-tól 2-3 éves korig járnak, illetve a szülőkkel együtt járnak a gyermekek, és ez is meglehetősen népszerű. Itt játékos foglalkozások vannak, éneklős, döcögtetős, és nagyon élvezik a gyermekek. Volt olyan alkalom, hogy 20-22 gyermek is összegyűlt, pici baba. Ami a játszóházat illeti, ott is általában 10-15 gyermek gyűlik össze, és kézműves foglalkozások keretein belül mindig valamilyen tematikát dolgozunk fel. Most az utolsó játszóház, ami néhány napja volt szombaton, természetesen a húsvét témakörét jártuk körbe. Igen, tehát általában kötődnek ezek a foglalkozások akár egy ünnephez, vagy valamilyen jelentősebb eseményhez. Egyébként pedig versenyeket is szerveztek, ha jól tudom. Így van. Így van, néhány héttel ezelőtt zajlott le a versmondó verseny. Itt most már ez az egyik legnagyobb rendezvényünk, ugye a nyári tábor mellett, erről majd talán később néhány mondatban. Most 120 gyerek gyűlt össze, és szavalt, egy egész szombati napot betöltött ez a szavalóverseny, és úgy érzem, illetve úgy érezzük, hogy egyre népszerűbb és egyre jobb ez a rendezvényünk. A művelődési központon belül vannak-e szakkörök, vagy vannak-e, természetesen valószínűleg vannak, tehát néptánc szakkör, vagy versmondó szakkör, tehát milyen szakcsoportok működnek állandó jelleggel? Igen, most eddig ugye a gyermekekről beszéltünk, de természetesen nem csak a gyerekeknek nyújtunk foglalkozásokat. Hétfőnként van a Mimóza kézmunka szakcsoport, ami inkább talán a szépkorú hölgyeknek nyújt különböző kézműves foglalkozásokat. Keddenként van az igen népszerű Darányi telepi társalgó, de a központnak van vegyes kórusa is, illetve a néptánc is a berkeink között van, ugyanis néhány hónappal, illetve néhány évvel ezelőtt a csürdöngölők úgymond visszajöttek hozzánk, és nálunk tartják a próbáikat. Egy meglehetősen jó együttműködés van közöttünk. Említetted a gyermektábort, ami minden nyáron megrendezésre kerül, és tudtam, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Ugye ez a gyerekeknek jelenti a legnagyobb örömet, de sok fölnőttnek a szerepvállalását is igényli. Ez a gyerektábor, ez a nyári tábor hogy néz ki? Én már 9. éve szervezzük a nyári tábort, és abból a Petőfiben már tehát a 7., ami megrendezésre kerül. A kezdetben 10-12 gyerek volt az első évben, és ez a szám, ez rohamosan megnőtt az évek során. A tavalyi évben 140 gyermekünk volt, és addig, ameddig az első években 2-3 foglalkozásvezető volt, addig most már ez a szám elérte a 30-at. Tehát egy nagyon erős csapatunk van, akik kell nagyon jó a kommunikáció, és itt nem csak arról van szó, hogy nyáron úgymond a táborvezetők dolgoznak a táborban. Úgy érzem, hogy lelkesen beladják szívüket és lelküket, és azért gondolom, hogy egyre népszerűbb ez a nyári tábor. Itt mindenképp meg kell említeni azt, hogy a Petőfi nyári tábor az egyetlen magyar nyelvű tábor itt Újvidéken, és úgy gondolom, hogy a szülők is jó szívvel hozzák hozzánk, mert tudják, hogy nem csak arról van szó, hogy a gyereket leadják 8 órakor, és majd 5 órakor jövök érte, hanem olyan foglalkozásokat tartunk, amelyeket később, az 5. napon, az árónapon, a gála műsor alkalmával be is tudunk mutatni a szülőknek. Tehát akkor mondjuk el azt is, hogy ide nem csak újvidéki gyerekek jönnek, hanem újvidék vonzás köréből, a településekről a magyar gyerekek, és hát tulajdonképpen a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központ, az maga az épület is, ugye ott a telepen, egy központot jelent, nem csak újvidék, hanem a környék magyarságának is. Így van. Tehát mely településekről érkeznek a gyerekek?
Budiszava Temerin piros, de távolabbról már Becséről és Adáról is kaptunk hívásokat, hogy mikor lesz a nyári tábor, mert hallották, hogy ez milyen jó móka a gyermekeknek. Ugye a nyári tábor... Igen, tehát nyáron meglehetősen népszerűek a táborok, és a nyári tábor már megcsinálta saját magának a reklámot, ezért amikor meghirdettük ezt talán februárban, próbából, hogy vajon mennyien jelentkeznének. Hát néhány nap alatt 30-40 gyereket már bejelentettek, és február volt még csak. Hol van még a július? Igen, akkor beszéljünk mindenképp magáról az épületről, mert vannak olyan ígéretek, hogy felújítják a Petőfi Sándor MMK épületét, amelyre már nagy szükség lenne. Nektek mit mondtak, hogy mikor lesz aktuális, milyen forrásokból, mikorra fejeződhetnek be a munkálatok? Ugye Újvidék lesz 2021-ben Európa kulturális fővárosa, és a város felkeresett bennünket, hogy szeretnék a Petőfit felújítani, és valóban az égetően szükséges. Egyrészt a külső tatarozások nagyon fontosak, a villamos vezetékeknek a felújítása nagyon fontos, illetve pontosan azért, mert sok foglalkozás van a Petőfiben, megkérdeztük, hogy van-e arra lehetőség, hogy egy új helységet kapjunk, és erre pozitív válasz érkezett, úgyhogy valószínűleg ez lesz a legelső, amit a kedves látogatóink meg fognak tapasztalni, hogy reményeink szerint néhány hónapon belül elkezdik építeni a Petőfi mellett egy kisebb épületet, és ott is lesznek majd még foglalkozások. A Petőfi mellett, a Petőfi udvarában, Hol lesz ez? Tehát így van, a Petőfi udvarában, ugye? így van. Akkor hol lesz hely a tábornak? Lesz annak hely, nem kell aggódni. Én nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Én köszönöm a meghívást. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, én akkor visszaadnám a szót Szabadkának. Toma Viktóriának és vendégének az Újvidéki stúdióból köszönjük szépen. Számos lehetőség áll rendelkezésére annak, aki a Tisza mellett él, de természetesen annak is, aki egy kicsit távolabb él, csak ritkábban. A hajókázás, horgászás, kirándulás, pihenés mellett áruszállításra is alkalmas a folyó. Magyar Kanizsánál a Tiszát sokan kikapcsolódásra használják, és nem csak folyóparti piknikekre. Sarnyai Csaba minden évben Tiszai Tangó nevű hajójával helyiek külföldiek százait viszi el egy-egy sétahajózásra. Konkrétan ebben a turisztikával, magával, sétahajókázással az a 6. éve. Tehát úgy mondom, 2013-ban kezdtem, akkor hoztam ezt a kis hajókát. Persze nem ilyen állapotban, és mondom, hogy fellelt állapotban, és utána ez lett bele, tehát felújítottam maximálisan, illetve úgy alakítottam ki, hogy az igényeknek, tehát a mindig kényelmesebb és biztonságosabb legyen a vendégeimnek, illetve akik szeretnének ebben a hajókával utazni. Én előtte is itt éltem a Tiszán, úgy mondom, hiszen 9 éves korom óta csónakom van lent, tehát itt nőttem föl, és én ebbe találtam még úgymond önmagam, és akkor ezt nagyon szeretem így csinálni. És hogy néz ki egy tiszai hajózás a turisták részére? Hát attól függ, milyen csoport. Tehát van olyan csoport például, akik direkt azért jönnek, mert érdekli őket a természet, érdekli őket a Tiszának az ökoszisztémája, és erről nagyon-nagyon sokat tudunk beszélgetni. Tehát ez egy interaktív előadásforma, úgy is hívom, hogy a Tisza, mint tanösvény, és végigjárjuk ezt a szerbiai szakaszt, úgymondván ezt a kanizsai tiszai szakaszt, fölmegyünk a határig, visszajövünk. Akkor van olyan csoport, például gyerekcsoport, ugye, akik például egy osztálykirándulás alkalmával, akiknek persze, hogy elmondom, bemutatom a Tiszát nagy vonalakba, és utána egy játék, ez az egész hajókázás. Tehát úgy éljük meg, mintha egy kalóztámadást élnénk meg ebben a hajóval. Akkor vannak születésnapok rajta, hogy ilyen kisebb ebédek, kisebb csoportok jönnek, az a 20-22 személy nagyon kényelmesen és vígan elfér benne, biztonságosan elfér benne. Vannak borkóstolók például, akkor vannak ilyen zenés estek, éjszakai hajókázások, lánybúcsúk, legénybúcsúk, és a többi. Tehát nagyon-nagyon-nagyon széleskörűnek a felhasználásán. Rengeteg látogatót vonz minden évben, emellett a Tisza virágzás is. Ezrek érkeznek a folyóra, hogy szemtanúi lehessenek ennek a csodálatos jelenségnek.
Emellett a horgászás is közkedvelt sport és kikapcsolódási lehetőség. A Tisza partján gyakran találkozhatunk horgászokkal. Kirándulásokra, túrázásokra is alkalmas a Tisza partja. Sokat jelent az, ha az erdő mellett folyó van, teljesen más a hangulata a sétának, ha a víz közelében vagyunk. Magyar Kanizsánál található a magyar-szerb folyami határátkelő állomás is. Ez azonban még nagyon kezdetleges szakaszban van, mondta Fejsztámmer Róbert, magyar kanizsai polgármester. A tiszai hajózás még gyerekcipőben jár, főleg az idegenforgalmi rész, attól függetlenül, hogy Magyar-Kanizsa területén van a vízi határát lépő, tehát maga az objektum és a kikötő rész az a mi területünkön van. Ezt mi minden évben karbantartjuk, felújítjuk, hiszen tönkreteszi a jég, tönkreteszi a víz mozgása is. Ez most pillanatnyilag úgymond holt tőke az önkormányzat részéről, de én úgy gondolom, hogy rövidesen kifizetődő lesz mindazoknak a beruházásoknak az értéke és ideje és energiája, amit mi a tiszai kikötőbe fektettünk, hiszen itt a vám vizsgálatra szolgáló móló mellé fejlesztettünk és kiépítettünk egy kisebb csónakoknak megfelelő kikötőt. A parton megfelelő infrastruktúra van, ahol víz van, mellékhelység van, pihenőhely van, tudnak üzemanyaghoz jutni, tehát valóban mi készülünk arra, hogy a Tiszán is elindul a vízi turizmus, és mivel Szegeden is van egy hasonlóképpen kiépült, tavalyi év folyamán kiépült új modern kikötő, plusz mi is fejlesztgetjük a mi oldalunkon a megállóhelyet és kikötőhelyet, én bízom benne, hogy egyszer csak hasonlóképpen, sőt, gyorsabban átjárható lesz majd a vízi határátlépő, és ez majd a fantáziáját beindítja mindazoknak, akik szeretnek nyáron csónakkal jönni-menni a Tiszán. A Tisza szerepe mezőgazdasági szempontból sem elhanyagolható. A zentai kikötő alkalmas a nagyobb teherhajók fogadására is, és nemzetközi folyamhajózási státussal rendelkezik. Az, ami nekünk nagyon fontos, és azt hiszem nem csak Zentának kell, meg az egész régiónak, hogy a Tisza hajózásával a zentai kikötő be az érkező és szállítandó teljes szállítás folytatása vasúton sokkal olcsóbb lesz, mint az utas, tehát a teherautókkal. Ugye tudjuk, hogy a Tisza hajózhatóságát növelik, valószínűleg nem sokára még jobban a Becsei gátnak az áteresztő képességével, és ezzel, hogy mondjam, a Szabadkától Zentáig és Zentán tovább hajóforgalommal jóval olcsóbb lesz a szállítás. Tehát az entaiparnak, és ez ahogy mondja, az egész térségnek óriási jelentőségű, hiszen tudjuk, hogy egy, mint ahogy bizonyítsa példa is, hogy 100 éve ezelőtt felünk, vagy megint egy körülbelül egy 100 évre, 50-100 évre előre tekintő beruházásról van szó. A hajóval való teherszállítás nem csak Zenta városának fontos, több tiszamenti település gazdaságát is fellendítheti, ugyanis a hajóval való szállítás olcsóbb a teherautós szállításnál. Márciusban a szerb kormány a Szerbia és Magyarország közötti együttműködés megerősítése érdekében az innováció, a közlekedés és az infrastruktúra területén több dokumentumot fogadott el. Memorandumot fogadtak el egyebek mellett a Tisza-szerbiai szakaszának hajózhatóságának felújításáról. A hétfői magyar-szerb együttes kormányülésen pedig a két kormány képviselői aláírták a megállapodást a Tisza hajózhatóságának javításáért. Nagy csütörtök van, és a kereszténység a legnagyobb ünnepére készül, közeledik a húsvét. A stúdió vendége pedig Palatinus István atya, a Szabadkai Szent György plébánia plébánossal beszélgetést kora délután rögzítettük. Jó napot kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen, szeretettel köszöntöm a közügyek tévénézőit is. Hogyan tudunk készülni egyáltalán a húsvétra mi manapság? Hogyan készül fel egy 21. századi ember lelkileg a húsvétra? Hát általában az emberek azért szeretnek az ünnepekre fölkészülni, és szeretnek ünnepelni is. Az
Húsvét ünnepére is van egy nagyon régi előkészületi idő, a nagybőtnek az ideje, a 40 nap. A 40-es szimbólum az végigkíséri a mi hitünket, akár a vízözönnek az időszakától, aztán az egyiptomi vándorlás, Jézus 40 napig tartó bőtje, és hát így épült be valójában a keresztény lelki életben is, megtisztulásban is, hogy itt egy komoly dologot akarunk megünnepelni, a húsvétot, illetve a Krisztus föltámadását. Bocsánat, hogy közbeszólok, de 40 nap, tehát a bőt időszaka több, mint 40 nap. Mert hogyha... Azért, mert a nyugati keresztények a vasárnapot sohasem nem bőttel ünnepelték, mivel vasárnap az mindig egy folyamatosságot jelent, és éppen minden vasárnap a húsvétnak az ünnepe. Tehát ez egy örökké tartó jelenlét, ami a vasárnapban mindig megújul, az úrnapjában, és a hétköznapokat, tehát a hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombatot számolva, ezért is kezdődik a nagybőjt, a 40 nap ugye hamvazó szerdával, és akkor így adódik hozzá, kivesszük a vasárnapokat, és ezt a szerda, csütörtök, péntek, szombatot, szóval 4 nappal akkor megvan a 40 nap. És bőjtölünk? Készülünk? Az ön tapasztalatai alapján készülnek az emberek a húsvétra lelkileg? Igen, nagyon érdekes, hogy akár fölnőttek között is, de fiatalok között is van, aki ezt nagyon komolyan veszi újra. Ez egy önmagunk saját személyiség fejlesztésének is egyféle kihívása, hogy az ember megpróbálja azt, hogy valóban ki tudom-e állni ezt az erőpróbát, hogy 40 napig megtartóztatom magam mondjuk rá akár a húsételektől. Természetesen, hogy ez nem azt jelenti a bőt, hogy pusztán nem eszünk húst, hanem hogy meg is fékezzük magunkat az ételben. Van ennek többféle dimenziója, most hagyd ne mondjuk azt, hogy egészségügyi szempontból is ez milyen jó, és ezt elmondják állandóan, de nem csak egészségügyi szempontból, hanem lelki szempontból is, mert épp testbe, épp lélek, és így mind a kettő összekapcsolódik ebben, tehát hogy megtisztul a szervezetünk, egyféle salaktalanítás is végbe megy, de itt egy komoly erőpróba van, hogy valóban tudom-e ezt megtartani, és végig tudom-e csinálni. Hadd mondjam el csak, hogy fiatal papkoromban, káplánkoromban, a Szent Teréz Székesegyház káplánjaként kb. 70-80 fiatallal indult az ifjúsági csoportunk, és ebből 60-an végigcsináltuk a hús nélküli nagybőtöt, de úgy, hogy akkor már ugye volt mobiltelefon, és akkor akinek nagyon nehéz volt, akkor jöttek az üzenetek, hogy jaj, atya, máma, nem bírom, és akkor ment, hogy még tarts ki egy kicsit, most majd együtt gondolunk rád, és vigyük tovább, vigyük végig mindazt, amit elhatároztunk, és sikerült. És ez ma is visszaköszön. Ma is visszaköszön, igen, nagyon sok emberben vannak, nem mondom azt, hogy mindenki, de azért a kereszténységnek mondjuk rá a 80-85%-a azért megtartja legalább a nagybőti időszakban a péntekeket. Sokan hozzákapcsolják a szerdát is, hús nélküli napként, de a péntekeket a nagybőti időszakban azt általában megtartsák, és nem csak azon a határon belül, amit az egyház előír, hogy 18-tól 65 éves korig, hanem megtartják, ugye tehát az idősebbek is, a korosabbak is, sőt a fiatalabbak is. Hogy látja ön, az ön hívői, hogy látják, inkább így kérdezem, mit jelent számukra vagy számunkra a húsvét, vagy mit kellene, hogy jelentsen a húsvét? A húsvét az életnek az ünnepe, és éppen azért ebbe a gyönyörű, szép időszakba esik mindig a húsvét, mert a tavaszi napi egyenlőség utáni holttöltét követő vasárnap, így számítsuk ki mindig ezt a húsvéti ünnepet, ami mozog, ugye, tehát ahogy változik a holdnak a változása, mindig a tavaszhoz kötődik, és ilyenkor minden újra éled. Az életnek a győzelme ez, a föltámadási, az életet nem lehet megtörni, akármennyire is akarjuk, erről beszél ez, és ennek a kezdetén mi hiszük, hogy Isten áll, és az élet valahol előre visz bennünket. A központi üzenete ez a reménység. A legnagyobb erő, ami az embert hajtja, tehát bennünket is annyi minden megpróbáltatásban, szenvedésekben, betegségekben, de az életünk alapvető élésében is szükségünk van egy erőre, ami mozgat bennünket, és ez a remény. Akármennyire a szeretet, ez mindent körül ölel, és a remény pedig egy hitből fakad. Tehát a húsvéti hit is ebből a
reménységből és ebből a bizalomból építkezik, mert mi nem egy eszmébe hiszünk, nem egy kigondolt vagy egy szép elméletet hiszünk, hanem azoknak a tanú vallomását vesszük alapul, akik együtt voltak Jézussal, akik látták őt meghalni, akik együtt voltak vele a föltámadása után, és ez még nem elég, tehát azt gondolnánk, hogy a tanúság az egy nagyon fontos, mert a jogban ez egy fontos dolog, ha két ember ugyanazt állítja, tanúsítja, akkor ezen ítéletek születnek, hanem ezek az emberek, az tanítványok mind az életüket adták ezért az igazságért. Tehát az, hogy valaki valamiért, ezt végig gondolva 2000 év távlatából is, hatalmas erővel bír. És nem csak ők, hanem az ő kortársaik, vagy azok, akik hittek mindebbe az eseménybe, ha nem is találkoztak Jézussal, de találkoztak lelkileg a hitnek az útján, a megélés útján, és ezek a mi ünnepeink, ez a Szent Háromnap, amit ilyen szépen elsorolt, a nagycsütörtök, ami valójában ma estével kezdődik, nagyon érdekes a liturgikus idő, az estétől estélig tart. Tehát az első Szent Háromnap az nagycsütörtök estétől nagypéntek estélig tart. A nagypéntek estétől nagyszombat estélig tart a második nap, és a harmadik nap az már kezdődik nap szombat estétől, a naplementétől, ekkor is kezdjük a templomainkban ünnepelni a feltámadást. Ilyenkor a húsvéti ünnepkör, tehát nagy csütörtökön ugye oltárfosztás van, nagy pénteken nincs szentmise, de nagy szombaton, vagy legalább is nálunk otthon nyilván itt is őrzik Jézus sírját. Többen jönnek egyrészt majd a húsvéti szentmisére, másrészt pedig ezekben a napokban többen látogatják a templomot? Hát ehhez talán hozzásegített azok a változások, és amik végbe mentek a társadalomban. Ugye nagyszombaton még van tanítás, illetve nagycsütörtökön ma még van tanítás. Igen. Az iskolában. Ilyenkor nehezebben indul be, hogy igazán átéljük. A mai napnak nem csak az oltárfosztás, hanem az eukarisztia, az oltári szentség, az igazi lényege, az a jel, ami összeköti ezt a világot az örökké valósággal, Istennel, egy gyönyörű, szép emlékes, cselekedjétek az én emlékezetemre, ami mindig élő, tehát nem egy puszta fényképet teszünk ki Jézusról, vagy egy keresztet, hanem egy cselekvést. És ez a cselekvésben van igazán a találkozás a föltámadt Krisztussal, aki megtörte a kenyeret, aki a kehelybe öntötte a bort, és odaadta, mint az ő szeretetének a végső jeleként. És amikor mi ebből törünk, amikor iszunk, akkor mi is behozzuk a mi jelenünkbe, illetve mi lépünk be ebbe az egyszeri eseménybe, ez a cselekvés által, és egy közösség jön létre a hit által, a bizalom által, azzal, aki az életét odaadta értünk, hogy a mi életünk is mindig egy újrakezdés, egy új reménység, egy örömteli valóság legyen. Ez a nagy csütörtök és nagy pénteken mi történik a templomokban? Nagy pénteken a keresztelőt állunk meg is, ez egy nagyon fontos. Minden embernek az életében ott vannak keresztek, akár legyen ez lelki, akár testi, és ez megint egy végtelen erőt sugároz, hogy nincs miért elvesztenünk a reménységet. Nekünk nem kell végső depresszióba esni, nem kell az életből kiábrándulni, nincs olyan helyzet, amelyből nem lehet fölállni, összeroskadunk. Ezt mondja a keresztút, ezt mondja Jézus keresztje. Az élet, a megpróbáltatások, ezek össze tudnak törni bennünket, de van valaki, akire föltekinthetünk, és akiből erőt meríthetünk, aki megint a lelki találkozás által, ide tartozik az imádság, az elmélkedés, most nem csak a megszokott imákra gondolok, a mi atyánkra, az üdvözlégyre, a szívimájára, arra, ami az emberből elindul, és a gondolataink által, a beszélgetéseink által, az életünknek az Istennel való megosztásában valóban kapunk erőt arra, hogy tudjunk elfogadni nagyon nehéz dolgokat is, és hogy bírjuk az életet vinni, hordozni. Palatinus István atya, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt. Én is köszönöm, és mindenkinek örömteli húsvétot kívánok, föltámadást. Mi is kívánjuk viszont. Köszönöm. Köszönöm a figyelmüket, legközelebb húsvét kedden várom Önöket, és addig is mindannyiuknak áldott húsvéti ünnepeket kívánok. Tartsanak a Pannon Televízióval az ünnepek alatt is, viszontlátásra!